Ima a kapu, a Bóbita Bábszínház kapuja. A kapu jelkép. Jelkép a kinyis, a benn, a lent és a fenn, a profán, a szent, az evilág és a túlvilág között. Ha az ember számára kitárul egy kapu, nyilván mutat egy utat is, amelyen vagy végig megy, vagy nem. Én 35 évvel ezelőtt léptem át ezen a kapun, és kisebb-nagyobb megszakításokkal bent is maradtam. Nem messze innen van egy másik kapu, a Janus Pannonius gimnázium kapuja, amelyen órák után a 70-es években mi 80 lányok röpültünk és léptünk be ezen a kapun, de volt a Széchenyi gimnáziumnak is egy kapuja, amelyen két fiú rohant ki órák után, és találkoztunk itt benn. Mi voltunk akkor 11 kezdő kis csapat, és olyan áhítattal néztünk fel az akkori nagyokra, az öregekre, akik voltak akkor 20 évesek, hiszen ők már megjárták, aki mit tudott. Ezt a kaput akkor 35 évvel ezelőtt a Kós Lajos nyitotta ki előttünk, és Lulu olyan sok mindenre megtanított bennünket. Megtanította megszeretni a komoly zenét. Megtanított bennünket arra, hogy a kezünk, ez az öt új, a tenyér és a karunk a világon mindent el tud mondani, és nem kellene hozzászólni. Ez most a Bóbita Bábszínház kamaraterme, de régen csak ez volt a Bábszínház. Emlékszem rá, hogy a plafonon, ami most teljesen üres, hatalmas nagy üveggömbök lógtak, és amikor a nyitott ablakokon keresztül besütött a napsugár egy-egy próbaidőszak alkalmában, olyan volt, mintha a szivárvány lett volna fölöttünk. Aztán egyszer csak berepült egy galamb, és összetörte ezeket az üveggömböket, úgyhogy azóta ilyen üres a plafonunk. Régen, ahol most itt ülök, régen ez egy gyönyörű szép bábszínpad volt, mestermunka, nagyon szép fából elkészítve, le is lehetett hajtani, és akkor egy igazi színpad lett belőle. Ott az ajtó mögött, amely most már díszlet és bábraktár, ült Hajdanán Lulu. Ő volt ennek a bábszínháznak egy szemében mindenese, az igazgatója, tervezője, rendezője, bábkészítője, szervezője. Ehhez a teremhez engem nagyon sok emlék fűz. Itt született meg a Rómeus Júlia készpantomimes előadása, itt tanultam meg a kesztyűs báb technikáját, a vajang báb technikáját, és itt próbálódott a Bóbita Bábszínház egy nagyon nagy sikerű előadása, amelyet az Áfium vendéglőben játszottunk évekig nagy sikerrel, az Okén és a Holttest. Ilyen szomorú ma reggel, Missy Sullivan! Hát hogy ne lennék szomorú? Hogy is ne elvesztene a bálat? Amikor az egy gyönyörűséges kisfiút elrabolták tőlem, még annyit sem mondtak, hogy engedelmével vagy megbocsásson, egyszerűen csak hús elvitték! Ez az a hely a Bóbita Bábszínházban, amit a néző soha nem láthat. De ha ez a hely nem lenne, akkor a néző odafent sem látna semmit a színpadon. Tehát ez a műhely. Itt készül el minden, amit a tervező és a rendező megálmodik. A bábok, a díszletek, a kellékek és a jelmeze. A lányok, Anci és Erika, éppen a Halász és a Lelke című felnőtt előadás finisében vannak, és odaállt Géza is a saját műhelyében. Thank you.
A bábkészítésről annyit kell tudni, hogy sehol nem tanítják, legalábbis Magyarországon nem. Ami szükségeltetik hozzá szerintem két nagyon ügyes kéz, hallatlan nagyfokú kreativitás, az anyagok ismerete, és iszonyú sok-sok türelem és sok-sok munkában eltöltött év. És ha mindez megvan, akkor olyan csodák születnek, mint ez a figura itt. Ez egy burrakubábú, ami a mozgatását jelenti, keleti technikájú, méghozzá japán. A japánok ezt 15 évig tanulják mozgatni. Két-három ember nagyon harmonikus munkája szükségeltetik ahhoz, hogy ez igazán profin megmozduljon. Számomra azért kedves ez a fajta technika, mert az életem legnagyobb és első sikere egy szakmai fesztiválon, ahol egy ilyen technikai bábut mozgatunk meg a játszótársammal, a Babival, az Illés Ilonával. Nyílcímű bravózást és tapsot kaptunk. És ez olyan, mint az első szerelem, amit az ember soha nem felejt el. Amit most itt látnak, a Bobita Bábszínház nagy terme. Odafönt a színpadon lassan elkezdődnek a Halász és a Lelke című előadás próbái. Ez az előadásunk felnőtt előadás lesz. Annyiban érdekes, hogy egy nagyon újszerű technikával mutatja meg ezt a történetet. Írásvetítős, árnyjátékos technikát fogunk benne alkalmazni. Ez az úgynevezett vizuális színház. Magyarországon nem nagyon ismerik ezt a fajta technikát. A Bobita Bábszínház felnőtteknek is szokott játszani, és ezért, ahogy lehetőségünk van rá, minden évben bemutatunk egy-egy felnőttekhez szóló előadást, hiszen a jövő évben újra megrendezésre kerül május végén a Nemzetközi Felnőtt Báb Fesztivál, a darab rendezője pedig Szegedi János. Nem látom, nem érinthetem, nem ismerem. De bizony elküldöm magamtól, s a mennyasszonyom leszel. Együtt élünk majd a tenger végén, és te megmutatsz nekem mindent, amiről csak énekeltél. És boldogok leszünk, és soha többé nem válunk el egymástól. Ha megkezdek, szeretnék, és boldog leszek. De hogy küldjem el a lelkem? Másképpen nem.